16 éven aluliak számára nem ajánlott. Sonic. Nézd, mit találtam. Egy több mint 100 éves leírás, hogy elrejtettek egy nagy ládakincset a Windhorp kúriában. A legenda szerint Windhorp egész életében tartott maffiától és a gonosz sajtoktól, ezért a halála előtt elrejtette a kincsét a kúriájában, amit még a mai napig nem talált meg senki sem. Képzeld el, ha mi megtalálnánk, gazdagok lennénk. De ha megtalálnánk a kincset, akkor lenne pénzed megkérni Amy kezét. Mondjuk én is vennék magamnak egy egész víziparkot, és feltölteném Málna szörppel. Szavasz G-men, mit csináltok? Neked nem a szerelmi háromszög videóban kellene lenned? Szabadságom vagyok. Szerintem fuldoklik a burgertől. És ez a fuldoklás egészséges Sonicra nézem? Nem úgy tűnik. Rohadjatok meg mind a ketten, majdnem! Mia? Újra tudok beszélni? Biztos a félrenyelt falat bekapcsolta a hangodat. Mi? De... de... És akkor mi a végső válaszod? Azok után, hogy majdnem hagytatok megfulladni, még megmered ezt kérdezni? Felőle mehetünk! Nagyon rossz előérzetem lett. Ezt most miért mondod? Hát mondjuk több galaxis van az égen, mint mennyinek a nemi betegségei. Emellett semmit sem látok. És utálom a békákat is. Lehet, hogy akkor haza kellene, várj. Te is hallottad ezt? Mi a franc az? Az egy technoviking! Még mindig jó ötletnek tartod ezt a kincskeresősdit? G-Man? Neked meg mi bajod van? Mackó bácsi szerint borzalmas dolgok történtek ebben az ebédlőben. Ezt a medvéd mondta? Egy cselédlány. Készítette elő a vacsorát Windhorp úrnak. Amikor mit sem sejtve egy sötét alak jelent meg a háta mögött, a nő érezte a gonosz lihegését a vállán. Lihegés? Igen, mert azt más volt. Aztán elővett egy hatalmas éles kést, és egyenesen beledüfte többször is. Jaj ne, a cselédlányba! Nem, hanem a tortába. Egyenesen belehamázva. De hirtelen a cselédlány a konyha hideg padlóján fekszik. Valaki megölte. De nem is ember volt, hanem egy póni. Állatgyilkosság történt. Szóval összegzem. Egy sötét alak, aki aszmás és ledöfölt egy tortát, aztán nem világos okokból a cselét kipurcant, aki egy póni volt. Dióhéjban. És ezt a plüsmackót mondta neked? Meg azt is, hogy mögötted van egy kutya. Ez egy szép szartó volt. Már most utálom ezt a kalandot. A papír szerint a kincses kamrának pontosan itt kell lennie. Ez egy szép egyenes fal.
Nem értem, pedig itt kellene lennie a bejáratnak. Lépj be a kapun, ha a sarok könnyezik. Hogyan könnyezhet a sarok? Hú, ez már nagyon kellett. Sonic, megfejtetted a rejtélyt. Fú, itt még sötétebb van, mint az erdőben. Nézd! Találtam egy fáklyát. Ezt még holnap is fogom érezni. Sonic, nézd! Megtaláltuk Windhorg kincsét. Gazdagok vagyunk. Ne olyan gyorsan! Ez az az ember, aki ledőfte a tortát. Köszönöm, hogy kétadtátok nekem a kincses kamrámat. Halálom után elfejtettem, hogy is kell. De most már nincs szükségem rátok. Mit akarsz tenni? Megkésez? Igen! Ez költői kérdés volt. Eleget szenvedtem ezen a helyen. A kincs az enyém. Ezzel még nincs vége, Freddy D. Hasta la vista, Windthorp. És így lett vége a történetnek. Ezek után kár, hogy nem kaptunk egy vasat sem. Igazából egy zsák aranyat adott nekünk, Freddy, csak én nem mondtam neked. Ennyi elég lesz? Talán igen. És akkor hogyan tovább? Keressünk pár rossz PC-s bűnözőt.